Az utánpótlás neveléssel foglalkozó NKK a legkisebbektől kezdve a kadettkorosztálya bezárólag versenyeztett csapatokat. Az elmúlt két szezonban a Serdülő Együttes megnyerte a regionális bajnokságokban győztes csapatok országos döntőjét, így a szövetség az U16-os korosztályban induló 108 együttes közül a 32-es főtáblára sorolta a nyíregyháziakat. A selejtezőből már a kiemelt bajnokságba juthattak be Ferenczi Tamás tanítványai. Egyesületünk történetében még nem volt olyan csapat, aki ezt a célt elérte volna. Kettő fordulót játszottunk, ugye selejtező fordulót, az elsőt hazai pályán mi rendeztük meg. Kaposvár csapatától kikaptunk, de sikerült megvernünk a Paks és a Kecskeméti Akadémia B csapatát. A második fordulóban az ország egyik legmodernebb és legjobban felszerelt akadémiai pályára, Pécsre, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia pályájára utaztunk, úgynevezett Rád Géber Egyetem csapat ellen játszottunk. Az első mérkőzésen megvertük a Szombathelyi B csapatát, második mérkőzésen szinte a sírból hoztuk vissza, és sikerült 5 ponttal megverni a Veszprém csapatát, harmadik mérkőzésen kikaptunk a Rád Géber Akadémia csapatától, de a két győzelem elég volt ahhoz, hogy kivívjuk a helyünket a kiemelt csapatok között, és a kelet-magyarországi legjobb 8 csapat közé sikerült így bekerülnünk. A kiemelt bajnokság keleti csoportjában 7 akadémiai együttessel kell játszaniuk a nyíregyháziaknak, akik így korábban nem tapasztalt erősségű csapatok ellen léphetnek pályára. Tavaly a regionális bajnokságban játszottunk, többször nyertünk 20-30-40-50, nem volt ritka a 100 pontos különbség is, amikor mérkőzéseket nyertünk. Mondtam, hogy ez most valószínűleg meg fog majd fordulni. Olyan csapatokkal fogunk játszani, akiknek a gerincét korosztályos válogatott játékosok alkotják, és elképzelhető, hogy mi leszünk azok, akik ilyen arányú vereségeket szenvedünk. 2 mérkőzést játszottunk, látszik rajtuk, hogy nem esik nekik jól, nem ehhez vannak szokva, de még egyszer mondom, hogy ezekből a mérkőzésekből ők az egyéni játékos pályafutás szempontjából, mi a csapat szempontjából, biztos, hogy hosszú távon csak profitálni tudunk. Az NKK ötvös a Kecskeméti Kosárlabda Akadémiától és az Óbudai Kosárlabda Akadémiától szenvedett vereséget. Szerdán Budapesten a Zsíros Akadémia Kőbánya A ellen lépnek pályára Ferenczi Tamás tanítványai.